Áldozat segítő előadás Rákos mentén. Szép kuraknak tartottak edukatív prezentációt a bűnmegelőzés témakörében a 17. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai. Március 6-án kezdetét vette a kerti zöld hulladékok szervezet elszállítása a 17. kerületben. A begyűjtésre kerülő fa és bokor nyesedék, nyírt fű vagy gyom komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba. Megkezdődött a pollen szezon. Az év ezen időszakában jellemzően a korai fák pollenjei okozhatnak allergiás tüneteket. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A 17. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya rendszeresen tart preventív előadásokat nyugdíjasoknak. Ez alkalommal az Igazságügyi Minisztérium Budapesti Áldozatsegítő Központjának koordinátora, bíróné Szunai Orsolya vendégelőadó tartott a bűnmegelőzés témakörében prezentációt. Az eseményen, melynek a Holtsugár Gondozási Központ adott otthont, a szépkorúakat olyan hasznos információkkal látták el, amelyekből megtudhatták, hogy kihez fordulhatnak segítségért baj esetén, illetve arról is szó esett, hogy melyek a leggyakrabban előforduló bűnelkövetési módszerek. A programon Farkas Brigitta, rendőrőrnagy is részt vett. Áldozatsegítő előadáson vehettek részt a rákosmenti szépkorúak a Holtsugár Gondozási Központban. A 17. kerületi városvezetés és a rendőrkapitányság egyaránt nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a helyiek, főleg az idősebb korosztály tagjai megfelelő tájékoztatást kapjanak a bűnmegelőzés témakörében. Ebből kifolyólag rendszeresen szerveznek edukatív prezentációkat az érintetteknek. Az előadás egyrésztről tájékoztatást nyújt az állami áldozatsegítő rendszerről, másrésztről pedig felhívja az idősek figyelmét arra, hogy milyen bűncselekmények azok, amelyek veszélyforrást jelentenek a számukra, és hogyan lehet felismerni ezeket. Az Igazságügyi Minisztérium nagyon nagy hangsúlyt fektet az áldozatsegítésre, és nagyon fontos, hogy tudatosítsuk az emberekben azt, hogyha bűncselekmények áldozatává válnak, akkor tudják, hogy van segítség. Ezen segítségnyújtás részét képezik az Áldozatsegítő Központ jogi és pszichológiai tanácsadásai, továbbá az azonnali pénzügyi támogatás, valamint a kárenyhítés. Mivel a nyugdíjaskorú állampolgárok a lehetséges bűnelkövetések listáján a legkitettebbek, így kiemelten fontos, hogy megismerjék azokat a veszélyforrásokat, amikkel a koruk és az élethelyzetük miatt szembesülhetnek. Bűncselekmények tekintetében megemlíteném, hogy azért nagy veszélyt jelent számukra az internet. A digitális világ terjedése gyakorlatilag magával hozza azt, hogy a szépkorúaknak is szükségük van egyes ügyintézési folyamatokban az internetet használni, viszont nincsenek annyira információval ellátva ezen a területen, és nincsenek felkészülve sem arra, hogy az internetes csalásokat úgymond felismerjék. Bíróné Szunai Orsolya hozzátette, a digitális térben egyre nagyobb teret hódít a társkereső oldalakon rejlő veszély, ahol hamis személyként próbálnak meg pénzt kicsalni a gyanútlan, magányos felhasználóktól. Az úgynevezett unokázós csalások pedig mindmáig az egyik leggyakoribb esetnek számítanak. A szakember kiemelte, ezek elkerülése érdekében célszerű, ha a szépkorú megbeszél egy olyan jelszót fiatalabb rokonaival, amit híváskor más nem ismerhet. Amennyiben valaki bajban érzi magát, vagy bűncselekmény áldozatává vált, úgy az éjjel-nappal elérhető telefonszámon a 0680 225 225-ös vonalon kérhet segítséget. A kert gondozás során keletkező gyomokat, lombfa, illetve bokor nyesedéket a Fővárosi Közterület fenntartó non-profit ZRT március 6-ától kizárólag az erre a célra fenntartott, biológiailag lebomló zsákokban térítésmentesen elszállítja. A fuvarozásért felelős járművek jellemzően a kora reggeli órákban közlekednek, így a zöld hulladékokat lehetőleg a begyűjtés napján hajnali 5 óráig mindenképpen érdemes kikészíteni az ingatlanok elé. Az idei esztendőben március 6-án kezdte meg a főváros zöldövezetes kerületeiben a kerti zöld hulladékok járatrendszerben történő elszállítását a Fővárosi Közterület fenntartó non-profit ZRT. Mondta el Horváth László, a BKM Budapesti Közművek non-profit ZRT PR szakreferense.
az aktuális körzethatárok, illetve a szállítási időpontok kerületi bontásban a www.fkf.hu-n a társaság weboldalán egyaránt megtalálhatók, és ugyanitt olvashatók azok a szabályok is, amelyek a kikészítés módjára vonatkoznak. Minden érintett lakos, aki ilyen körzetben lakik, az FKF honlapján meg tudja tekinteni azt, hogy az ő rá vonatkozó kikészítési dátum ez melyik nap. Nagyon-nagyon lényeges, hogy a kerti zöld hulladékot ne azon a napon délelőtt, amikor az elszállítás történik, tegye meg, hanem vagy előző este, vagy az elszállítás napján, de reggel 5 óráig. Ezek a járművek ezek nagyon korán kezdenek, és hogyha később kell teszik ki a zsákokat, akkor elképzelhető, hogy a járat az adott területről már levonult, és így nem történik meg az elszállítás. A szakember arra figyelmeztette a lakosságot, hogy amennyiben nem a kertgondozás során keletkező gyomokat, vagy a lomb, fa, illetve bokor nyesedékeket helyezik a zsákokba, hanem háztartási vagy kommunális hulladékokkal töltik meg azokat, akkor az elszállítás szintén meghiúsul. A BKM FKF hulladékgazdálkodási divízió munkatársai kizárólagosan csak az FKF logos zöld hulladékos zsákokba szállítják el a zöld hulladékot. Sem más zsákokban, sem az ömlesztve kihelyezett zöld hulladékot nem. Abban az esetben, hogyha a nyesedék ágak vannak, akkor azok maximum 10 cm vastagok lehetnek, mert ezeket a vastagságú ágakat tudják a munkagépek kezelni, illetve ezeket az 1 méteresre darabolt ágakat kötözzék össze és úgy helyezzék a zsákok mellé. Tehát az ágakat se össze-vissza ömlesztve tegyék ki a zsákok mellé, hanem ezt is darabolva és összekötözve, zsinegelve. A zsákokat a rákos mentén élők 235 forintos egységáron az FKF ügyfélszolgálati kirendeltségein kívül a Gyökérköz 4 szám alatti hulladékudvarban vásárolhatják meg. A beszerzett gyűjtő alkalmatosságokat pedig célszerű mihamarabb felhasználni, mivel lebomló jellegük miatt a szavatossági idejük rövidebb. Ezek biológiai lebomló zsákok, ami annyit jelent, hogy a környezettudatossághoz már jelentősen hozzájárul ez a begyűjtési rendszer is. Ezek megvásárolhatók egyrészt az FKF ügyfélszolgálati irodáiban, az egyik a 9. kerület Ecseri út 812 szám alatt található, a másik pedig a 2. kerület fő utca 47 szám alatt, illetve megvásárolhatók 18 lakossági hulladékudvarunkba, de vannak viszonteladó partnereink is. Benzinkutak, bevásárlóközpontok, tehát mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb álló értékesítési központot. Ez megtalálható ugyancsak a már említett honlapon. Tehát tájékozódni tudnak arról, hogy melyik az az árusító, értékesítő hely, ahol megvásárolhatják a legkényelmesebben a zsákokat. Az FKF ZRT a zöld hulladékok szervezett elszállítása céljából bevezetett szolgáltatása a tervek szerint 2023. december 1-ig lesz elérhető. Már megkezdődött a tavaszi pollen szezon. Az év ezen időszakában jellemzően a korán virágzó fák, például az éger, a nyár, illetve a kőrizs pollenjei okozhatnak tüneteket az allergiásoknál. A témával kapcsolatosan professzor dr. Nékem Kristóf allergológus, klinikai immunológus adott bővebb tájékoztatást. Kora tavasszal a természet ébredésével kezdetét veszi a pollen szezon. Professzor dr. Nékem Kristóf allergológus, klinikai immunológus elmondta, az időjárás mellett az előző év nyári, illetve őszi időszaka is nagyban befolyásolja a következő év szezonjának kezdetét. Azok a pollen szemcsék az előző évvel a földbe ragadnak, és akkor a tél végén elkezdenek ugye föléledni, és hát a következő évnek a pollen szezonjának az elejét határozottan befolyásolják. Tehát most az idei évre azt tudjuk mondani, hogy nem tér el drámaian attól, ami az elmúlt években volt. Hát aztán ugye, hogy egy hónap múlva mi lesz, azért az ebből nem következik direktbe. A szakember elmondta, az év ezen időszakában jellemzően a korán virágzó fák, például az éger, a nyár, a fűz, illetve a kőrizs pollenjei okozhatnak tüneteket, melyek jellemzően ordogulás, viszketés és könnyezés formájában jelentkezhetnek. Ebben az időben azért bőven vannak mindenféle vírus eredetű felső légúti tünetek, amelyek hát nagyon sokszor hasonlítanak a pollen allergiákra is, úgy még a megjelenési idejük is ugye eléggé hasonlít egymásra. Én úgy gondolom, hogy ha valakinek olyan tünetei vannak, amire úgy érzi, hogy hát ez lehet, hogy egy allergiaféle, akkor nem érdemes ugye azon gondolkodni, hogy most allergia vagy nem, hiszen az allergia vizsgáló módszereink azok nagyon kifejlettek,
nagyon érzékenyek, nagyon hamar adnak eredményt. Hát ugye, hogyha az ember a kórelőzményt és a mondjuk egy bőrpróba sort összehasonlít ez a betegnél, vagy hát egy másik betegével, akkor nagy valószínűséggel a diagnózist azonnal föl is lehet állítani. A Nemzeti Népegészségügyi Központ pollen naptárának segítségével az érintettek napra lebontva nyomon követhetik, hogy az allergiás tüneteket kiváltó pollenek alacsony, közepes, magas vagy nagyon magas koncentrációban vannak-e jelen a levegőben. Március 15-én a kerületrészi polgári kör szervezésében ünnepi víztorony látogatásra várták a rákosegyen élőket. A családi nap keretében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója előtt tisztelegve kokárda és zászlókészítésre, továbbá pedálos gokártozásra egyaránt lehetősége nyílt a megjelenteknek. A rendezvény ötletgazdája Kis László volt, a megvalósításhoz pedig Szabó Tiborné és dr. Bényi Zsolt járult hozzá anyagilag képviselői keretéből. A helyszínen tiszteletét tette Horváth Tamás polgármester is. Kokárda és zászlókészítésre, valamint pedálos gokártozásra egyaránt lehetőségük nyílt az érdeklődőknek, annak a Rákoshegyen megtartott családi rendezvénynek a keretében, melyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának alkalmából március 15-én hívtak a szervezők életre. Az ünnepi víztorony látogatással egybekötött esemény ötletgazdája, a kerületrészi polgári kör egyik aktív tagja Kis László volt. A mai esemény megvalósulásának az elsődleges oka az az volt, hogy szerettük volna a Rákoshegyi Polgári Kör és az önkormányzati képviselőkkel Szabó Tiborné és dr. Bényi Zsolttal közösen egy olyan eseményt szervezni, amiben el tudjuk úgymond rejteni nemzeti ünnepünket itt Rákoshegyen, és erre a legjobb ikonikus épület a Rákoshegyi víztorony volt. Szabó Tiborné önkormányzati képviselő kiemelte, hogy összetartó közösséget alkotnak a rákoshegyiek, akik közül sokan látogatnak ki az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre, melyeket a helyben működő civil szervezetek és egyházak koordinálnak. Mint utalt rá, a víztorony, amely közadományból 1912-ben került annak idején megépítésre, valamennyi környékbeli számára különleges jelentéstartalommal bír, a kerületrésznek pedig szinte a jelképe lett. A 2000-es évek elején a Rákoshegyi Polgári Kör egy pályázat útján megvalósította ezt a kilátó pódiumot, ami ennek az elődje, mert ezt 2 évvel ezelőtt az önkormányzat újította fel, és azóta rendszeresen látogatható, és akkor nem csak egy álom, hogy oda fölmenjünk, hanem nagyon messzire, akár 60 kilométerre is jó idő esetén el lehet látni. Nekünk ez a kedvencünk, a jelképünk, mi nagyon szeretjük, és nagyon örülünk, hogy 1970-ben nem az a verzió győzött, hogy le kell robbantani, mert minek, hanem megmaradt nekünk. Rákosmente önkormányzata rendszeresen támogatja az ilyen jellegű eseményeket, amelyek, ahogyan Horváth Tamás polgármester fogalmazott, kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatnak, valamint közelebb hozzák mindenkihez az 1848-49-ben történtek jelentőségét. Ezek az alkalmak hiánypótlónak is bizonyulnak, mivel Rákoshegyen nem szoktak tartani március 15-e alkalmából különálló ünnepséget. És ezzel is próbáljuk egy kicsit az embereket közel hozni. Ugyan a víztorony nem elsősorban jelképe a március 15-ének, de azzal, hogy ide eljövünk, és egy kicsit közösen együtt vagyunk, és megnézünk egy nevezetességet, hiszen a víztoronyunk azért az egy nevezetesség. Kellemes időtöltés, itt a gyerekek tudnak gokártozni, tehát ilyen családi napot tudunk szervezni, és köszönöm a képviselőtársaimnak és a polgári körnek, hogy ezt a mai napra megszervezték. Császár Máriát számtalan gyermekkori emlék fűzi a víztoronyhoz, és örömmel tölti el, hogy néhány éve már a városvezetés támogatásának köszönhetően bárki számára látogathatóvá vált az épület. Én nagyon régóta laktam, nagyon sokáig itt Rákoshegyen, hát mindent, hát ide jöttünk fiatalok, ide jártunk ebbe az utcába, iskolába, és hozzátartozott Rákoshegyre mindig is a víztorony. Csak hát nagyon sokáig ugye nem volt látogatható. Aztán mire odáig jutottunk, hogy látogatható, addigra már nem bírtam fölmenni. Úgyhogy Rákoshegyhez hozzátartozik. A szervezők célja az, hogy az eseményből hagyományt teremtsenek, így a tervek szerint a következő esztendőben is készséggel fogadják majd az érdeklődőket az ünnepi víztorony látogatással egybekötött családi napra Rákoshegyen.
Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. A Rákosligeti Polgári Kör szervezésében március 14-én nemzeti ünnepünk 175. évfordulójának előestén tisztelektek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt a megjelentek. Az esemény koszorúzással vette kezdetét a Hősök terén található emlékműnél, majd a Gregor József általános iskolában folytatódott. A helyszínen ünnepi beszédet Huszárné Trencséni Mária, a Rákosligeti Kertbarátkör vezetője mondott, a tanintézet 4. A osztályos diákjai pedig zenés, verses, az alkalomhoz illő műsorral készültek. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére szervezett megemlékezést a Rákosligeti Polgári Kör március 14-én. A nemzeti ünnepünk előestéjén tartott rendezvény koszorúzással vette kezdetét a Hősök terén található emlékműnél. Rákosmente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, illetve dr. Bakos András és dr. Fűzesi Péter alpolgármesterek, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Rákosmenti szervezetének részéről Dunai Monika országgyűlési képviselő, a Rákosligeti Polgári Kör tagjai, a KDNP képviseletében Szabó Tiborné és Halász Dezső önkormányzati képviselők, továbbá pártok, a városrész közintézményei, civil szervezetek, illetve a lakosság rótta le kegyeletét. Ezt követően az ünnepség a Gregor József általános iskolában a himnusz közös eléneklésével folytatódott. Az eseményen Huszárné Trencséni Mária mondott beszédet, melynek keretében részletek hangzottak el Jókai Mór, a Magyar Nemzet története regényes rajzokban című könyvéből. A Rákosligeti Kertbarátkör vezetője elmondta, egyebek mellett azért esett a választása a nagy magyar regényíróra, mert ő is személyes résztvevője, alakítója volt az akkori eseményeknek, házassága lévén pedig a kerülethez is kötődik. A csend, a béke, e forradalom mellett oly jó lábon áll, mint még soha. A boltok kirakatai nyitva vannak, a vásár rendben folyik, a nemzetőrök minden utcában portyáznak. Éljen a magyar szabadság! E három szót hallani minden ajakról, minden utcán, minden zászlón ez van kifestve. Dicsősége népnek, mely jogait egy csepp vér elfolyása nélkül ki tudta vívni, mely önmagát saját becsérzete által hagyja kormányozni. Mit más népek karddal vívtak ki maguknak, azt e nép puszta kézzel, csupán szent lelkesülésének tüze által, egyetértve. Elleneit nem legyőzve, de megtérítve tette magáévá. A hagyományokhoz híven ezúttal is a Gregor József általános iskola ünnepi műsora színesítette a rendezvényt. Az intézmény 4. A osztályos diákjai verses, zenés előadással készültek a jeles alkalomra. A magyarok istenére esküszünk! A Rákosligeten megtartott megemlékezés a szózat közös eléneklésével zárult. A nemzeti ünnepünk előestén tartott megemlékezések Rákos Csabán a Kossuth szobornál folytatódtak. A Rákos Csabai Polgári Kör által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának tiszteletére szervezett rendezvény keretében dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott ünnepi beszédet, dalokkal Kis László népzenész, versekkel pedig Ősz István működött közre. Az esemény lezárásaként a megjelentek elhelyezték a tisztelet és a hála virágait, illetve koszorúit az emlékműnél. A Rákos Csabai Polgári Kör szervezésében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának tiszteletére tartottak megemlékezést a Kossuth szobornál. A nemzeti ünnepünk előestéjén megvalósuló rendezvény a himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. Thank you.
eseményen Ősz István, Petőfi Sándor és Juhász Gyula egy-egy költeményét szavalta el. Szabad a magyar nép! Lejárt napod német, nem táncoltatod te többé ezt a népet, spióca módjára nem szívod a vérét, megfizette Isten gonoszságod bérét. Kis László népzenész pedig többi között előadta a Kormorán együttes A költő visszatér című dalát. Költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, míg a földön ember él, a költő visszatér. Az ünnepségen dr. Füzesi Péter alpolgármester, Rákos Csabai önkormányzati képviselő mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, az 1848-49-es események nélkül nem jöhetett volna létre az 1867-es kiegyezés, amelynek köszönhetően a magyar nemzet életében hatalmas fejlődés indult meg. Az 1848-as hősök megmutatták, hogy a magyar nemzet nem tűri el azt, hogy sorsunkról helyettünk mások döntsenek, a magyarság érdekeit megelőző módon. Mindez arra volt szükség, hogy széles összefogás és egyetértés legyen ebben egymás között. Ma, 2023-ban nem a fegyver jelenti a jó megoldást a magyar nemzeti érdek érvényesítéséhez. Ma éppen ellenkezőleg a béke jelenti Magyarország függetlenségének, fejlődésének és biztonságának kizárólagos zálogát. A szomszédunkban dúló véres háborúra adott téves válaszok csak nehézségeket okoztak egész Európának, és benne hazánknak is. 1867-ben is felismerték a vezetőink, hogy nincs helye újabb véres csatározásnak, kizárólag a békés kiegyezés jelenti a magyarság fejlődésének útját. Az alpolgármester arra szólította az egybegyülteket, hogy ezekben a napokban emlékezzenek azokra a márciusi ifjakra és hősökre, akik összefogtak és szembeszálltak az elnyomással, és akik hittek a magyar nemzet egységében és erejében. Gondoljanak továbbá azokra is, akik együtt éltek a forradalommal, amelynek köszönhetően a szabadság eszméje végig söpört Magyarországon. Mely eszme élt, és a mai napig is él a magyarok szívében. Hiszem, nem egy ember akarta a forradalmat. Nem egy ember akart szabad lenni, hanem egy nemzet mondta, a magyar nemzet mondta azt, hogy elég volt. Tisztelt Rákos Csabaiak, kedves Rákos Mentiek! A mi feladatunk, hogy ezekben a vészjósló időkben, tanulva a márciusi ifjaktól, fogjunk újra össze, tegyük félre különbségeinket, és amilyen formában csak lehetséges, álljunk ki együtt, közösen a békért, hiszen most ez mindannyiunk közös érdeke. Az esemény keretében a tisztelet és a hála virágait a Rákos Csabai polgári körnevében Nyerges Gyuláné és Papp Péter, Rákos Mente önkormányzatának részéről Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármesterek, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 17. kerületi szervezetének nevében Dunai Mónika országgyűlési képviselő, dr. Füzesi Péter és Virág Mihály önkormányzati képviselő, a Keresztény Demokrata Néppárt küldöttjeként Szabó Tiborné és Halász Dezső, továbbá a kerületrész civil szervezeteinek, egyesületeinek, pártjainak, közintézményeinek képviselői, illetve a megjelent polgárok helyezték el a szobort alapzatánál. A rendezvény ezt követően a szózat közös eléneklésével zárult. Március 15-én a Rákos Mente önkormányzata által szervezett megemlékezés idén is Rákoskeresztúron az 513. utcai Honvéd síroknál vette kezdetét. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján professzor dr. Hermann Róbert történész mondott ünnepi beszédet. Majd a megjelentek elhelyezték a kegyelet és a hála virágait. A koszorúzást követően az ünnepség a Vigyázó Sándor Művelődési Központban folytatódott, ahol sor került a 2023-as esztendő önkormányzati kitüntetéseinek átadására.
A díjazottak tiszteletére ez alkalommal Faludi Judit, Lizdíjas csellóművész, Dr. Termes Rita zongoraművész, Kautsky Armand, Jászai Mara díjas színművész, valamint Szenthelyi Krisztián, Concord díjas énekművész léptek színpadra, majd az esemény Horváth Tamás polgármester pohárköszöntőjével zárult. Március 15-én a Liszt Ferenc Vegyes Kar és a Rázene Városi Fúvó Zenekar közreműködésével a Magyar Nemzet himnuszával vette kezdetét a Rákosmente önkormányzata által szervezett központi megemlékezés az 513. utcai honvéd síroknál. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen professzor dr. Hermann Róbert történész idézte fel a 175 esztendővel ezelőtt történteket. Mint elmondta, a pesti forradalom leginkább abban különbözött a többi európai nagyvárosban történt eseményekhez képest, hogy nálunk nem voltak harcok, mégis mikor a Magyarországon zajló fejlemények eljutottak Bécsbe 1848. március 17-én, akkor az uralkodó és a központi kormányzat meghátráltak és beleegyeztek gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezésébe, amely egyet jelentett a független és felelős kormány megadásával. Egykori kedves tanítómesterem, barátom Katona Tamás szokta mindig azt mondani, hogy akkor a változás, mint ami 1848-ban történt a magyar társadalommal, Magyarországgal, ez korábban, hát Szent István időszakában történt. Ellentétben azonban a Szent Istváni időszakkal, amikor a társadalom egy jelentős része enyhén szóval berzenkedett a változás ellen, gondoljunk Gyulára, Ajtonyra, Koppányra és a többiekre, nem nagyon rajongtak azért, ami történt. Ellentétben ezzel 1848 egy olyan változás volt, amely senkitől nem vett el olyan sokat, hogy az fájjon neki, és mindenkinek adott valamit. Az ünnepi beszédet követően Rákosmente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármestere koszorúztak, majd Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője. Továbbá a 17. kerület testvérvárosainak, Krosznói járás, illetve az erdélyi Gyergyószent Miklós küldöttségének tagjai, valamint Rákosmente lengyel és szlovák nemzetiségi önkormányzatai, és a 17. kerületi Fidesz, valamint KDNP képviselői egyaránt az emlékműhöz járultak. A tisztelet és a hála virágaival rótták le kegyeletüket továbbá a kerületi pártok, helyi oktatási, szociális és kulturális intézmények és civil szervezetek küldöttségei is. A helyszínen az esemény a szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult. Az ünnepség keretében a Melczer János és Bujaszki Gyula emléktábláinál is koszorút helyezett el Rákosmente vezetése. Majd a program sorozat a Vigyázó Sándor Művelődési Központ színház termében folytatódott. A hagyományokhoz híven sor került az önkormányzati kitüntetések, elismerések átadására is Horváth Tamás polgármester és dr. Mót Kristóf aljegyző közreműködésével. Az intézmény színház termében elsőként Hernádi Zoltán részesült a Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért elnevezésű díjban. A díjazott 1989-ben kezdte el a harcművészetet tanulni, 1994 óta segédedző a Rákoskerti Kempó klubnál, 1999 óta a Magyar Harcos Sportegyesület vezetőedzője. Rákosmente közbiztonságáért emlékérmet minden évben két személynek adományoznak. Így 2023-ban többek között Szabó Noémi, rendőr, törzászlós vehette át a kitüntetést, akit 2008-ban nevezte ki a BRFK 17. kerületi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály állományába, mint mozgóőrt. 2010-től járőrvezetői, 2014-től pedig szolgálatparancsnoki feladatokat lát el. A Budai Tibor grafikus művész által készített díszoklevelet és az Ács József szobrászművész keze munkáját dicsérő emlékérmet Parádi Lajos tűzoltó százados egyaránt magáinak tudhatja, a szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenységért, aki 2015 óta teljesít szolgálatot Rákosmentén. Nagyon köszönöm azt, hogy itt a 17. kerületben egy
befogadó közegre találtam. Nem itt kezdtem a tűzoltó pályafutásomat, de úgy érzem, hogy itt teljesedett ki, és örülök, hogy hasznos tagja lehetek ennek a csapatnak, ennek a kerületnek, ennek a szegmensnek, és hogy az előttem szólóhoz egy kicsit csatlakozzak. Megerősít ez abban, hogy jó úton járok, jó úton járunk, és a hazámat szolgálom. A helyhatóság egészséges rákosmentér díjjal ismerte el Katona Csabáné védőnő munkásságát, aki 1974-ben kezdett dolgozni a kerületben, 1978 óta pedig folyamatosan a Naplásúti védőnői tanácsadó munkatársa. Jó helyre kerültem, nem kívánkoztam el innen ebből a kerületből. Mindig megtaláltam azokat a kolléganőket, akikkel öröm volt dolgozni, és azokkal a szülőkkel, akiket szintén örömmel tudtam vezetni a problémájuk megoldásában. Illés Jánosné 2008 óta a Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület elnöke. A kerületben tartott programok, rendezvények állandó résztvevőjeként segítőivel rendszeresen végeznek különféle szűréseket, valamint tartanak tanácsadásokat. Ezen tettek elismerésért nekiítélték oda 2023-ban, a szociális munkában végzett kimagasló tevékenységért elnevezésű önkormányzati díjat, amely, mint elmondta, annak az odaadó csapatnak is az érdeme, akik mindvégig támogatták ezen az úton. Én egy szolgálatnak tekintem a cukorbetegek körében végzett munkát, ha már megtanultam, ha már belekeveredtem, akkor a tudásomat igyekszem a cukorbeteg társadalom életének, életminőségének javítására fordítani, és ebben a szolgálatban nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik velem jönnek ezen az úton, támogatnak, mert amit az előterjesztésben elmondtak, azt ugye mindenki tudja, hogy nem egyedül csinálja az ember, hanem egy csapattal. És én hálás vagyok a Cukorbetegek Egyesületének és a körülöttem levő szakmai embereknek, akik támogatják ezt a munkát. Az ünnepség keretében dr. Tomsay Otto, geológus, író, költő, műfordító kapta a Prokultúra díjjal járó díszoklevelet és a bronz emlékplakettet, mely kivitelezése Szalai Szilvia grafikus és Orosz Károly keramikus művészeknek köszönhető. A szakember 1997 óta él a 17. kerületben. Aktív időszakában mintegy 80 publikációja jelent meg, magyar, angol és német nyelven. Az elismerés lánya Tomsay Krisztina vette át. Édesapám nevében muszáj megköszönöm ezt a kitüntetést, és biztos vagyok benne, hogy ez neki egy hatalmas büszkeség, és hogy ettől még jobban erőre fog kapni, és bármennyire is most nem lehet itt önökkel és velünk, azért még gazdagítani fogja az irodalmat itt Rákosmentén, és az ő nevében is nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Ez alkalommal Ferenci Éva, a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium matematika tanára részesült a pedagógus életműdíjban. A kitüntetett 42 éve van a pályán, Rákosmentén 1982 óta dolgozik. Tehetséggondozó tevékenységének mottója, minden gyermekben ott szúnyad a tehetség, a pedagógus hivatása, hogy segítsen ezt felfedezni, fejleszteni a gyermekek és a nemzet boldogulása érdekében. Farkas György jelenleg igazgatom érdeme, hogy mára a tehetséggondozás országos szinten is kiemelt helyen van a Balassiban, és évről évre egyre több versenyeredményünk van. Örülök, hogy ennek a sikernek még a mai napig, mint nyugdíjas részese lehetek, és olyan kiváló kollégáim voltak, és vannak jelenleg is, akikkel jó egy szakmai csapatban dolgozni. Eredmény nincs diákok és szülők nélkül. Köszönöm a sikeres együttműködést minden volt és jelenlegi tanítványomnak, és a mögöttük álló szülőknek is. Az önkormányzat képviselő testülete által 1996-ban alapított Rákosmente díszpolgára kitüntető címet 2023-ban Erszabó István zenepedagógus, Bartók kutató részére adományozta a kerület kulturális és zenei életében betöltött kiemelkedő szerepéért. A díjazott komoly kutató munkát végzett Bartók Béla a Rákosmentén eltöltött éveiről, amit könyvben is megjelentetett 2006-ban Bartók Béla Rákoskeresztúron címmel.
Hangsúlyozta, Kodály Zoltán és Bartók Béla népdalgyűjtő munkája között jelentősek voltak az eltérések, hiszen még az egyik Magyarországon végezte a kutatásokat, addig a másik külföldi útjai során gyűjtötte be a szükséges információkat. A kettő közül az egyik úgy dolgozott a Kodály, hogy a növendékeit azt úgy kiküldte minden héten gyűjteni az országba. Ezzel szemben viszont Bartók másképp dolgozott, ő mindig mindent először lelevelezett. Polgármesterekkel, jegyzőkkel, énekeseket odaállítatta, és akkor fonográfra vagy egyébre kezdett gyűjteni. Kodály az nem így működött. Az azt mondta a tanítványainak, bemész fiam a faluba, a falu közepén van a templom. Ott lakik a pap. Megkérdezed a papot, ki a legjobb énekes, mert ő tudni fogja, és így kezdjél el gyűjteni. Tehát ez a két nagyon érdekes dolog volt, amit a könyvem írása közben is, meg úgy általában egész életemben tapasztaltam a két népdalgyűjtő között. Máté Fianna Rákos Mentek köztiszteletben álló polgára a közelmúltban Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült. A díjazottnak a kerület közösségének nevében Horváth Tamás polgármester gratulált egy virágcsokor átadásával. A díjazottak tiszteletére Faludi Judit, Liz Díjas cselló és érdemes művész, Dr. Termes Rita zongoraművész, Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész, valamint Szenthelyi Krisztián, Concord Díjas énekművész léptek színpadra. Magyar hazám, megáldalak, szép érted élni, érdelhalni. Ezt követően a Művelődési Központ fórum termében Horváth Tamás polgármester mondott pohárköszöntőt. Hangsúlyozta, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei példát kell, hogy mutassanak a mai emberek számára is, arra vonatkozóan, hogy legyünk bármilyen nehéz és szorult helyzetben, mindig ki kell állni az igazunkért, akár csak úgy, ahogy azt a forradalmi ifjak tették az elnyomókkal szemben. Ugyan elvesztettük a szabadságharcot, de jelentősen megváltozott az akkori világ, és előnyére változott, nagyon sok-sok hasznos dolgot hozott a forradalom, igaz, hogy kicsit késleltetve később, de megérte, úgy gondolom, azt az áldozatot. És ami talán nekünk is adhat egy-két gondolatot, az ő tevékenységük, az, hogy bátran kimertek állni a nemzetért, a hazáért és a polgáraikért. És én úgy gondolom, hogy ezt mi sem tehetjük másképpen, az ő példájukon is tanulva, hogyha úgy gondoljuk, hogy az igazunkért ki kell állnunk, akkor igenis ki kell állnunk a nemzetünkért, országunkért és magunkért is, a magunk igazáért is. Úgyhogy erre biztatok mindenkit a jövőben is, hogy bátran álljunk ki az igazunkért, bátran harcoljunk. Az 1848-49-es forradalmi szabadságharc 175. évfordulóján életre hívott eseménysorozat állófogadással zárult. A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!